védekezésben tényleg megfelelő munkát végeztünk el. Sajnos aztán előrefele, ahogy előbb is említettük, ott nem mindig hoztuk meg a megfelelő döntéseket. Úgy gondolom, hogy azért videó után az eredménye talán elégedettebb, mert ugye az előnyük maradt továbbra is 6 pont, de azért még van pár mérkőzés, és mi mindent megteszünk, hogy ezt ledolgozzuk.